Ismét asztalhoz ültek a civil szervezetek képviselői, hogy ismertessék őszi program kínálatukat. Október 5-én tartják a második Felspéci szüreti napot, de a településen egyéb események is lesznek. A Felspéci tájház egy 20 éve működő tájház. Idén ünnepeljük a 20. születésnapunkat. És hát a jubileum év kapcsán számos programot indítottunk. Például a Süssünk-Süksünk valamit programsorozatot, amiben hagyományos ételek elkészítését lehet megtanulni. Helyi innovációból globális siker, erről szól a Startup Győr következő eseménye. Most október 15-én rendhagyó módon kedden várunk mindenkit a Startup Szerdánkra a Kereskedelmi Iparkamarába, ahol a helyi régiós vállalkozásokról fogunk beszélgetni, hogy Győrből vajon van-e valami régiós előny ahhoz, hogy sikereket érjünk-e, hiszen Pozsony, Budapest és Bécs középpontjában állunk, így kerekasztal beszélgetéseken keresztül ezeket fogjuk megvizsgálni az ökoszisztémának a szereplőivel, hogy mit gondolnak erről, hogy van-e előny itt régiós szinten. Hogyan áll egyébként a győri startup, milyen helyzetben vannak? Azt gondolom, hogy most egy kicsit menni kell egy új irányba, hiszen azért sok új dolog van, hiszen a fenntarthatóság is most már egyre fontosabb. Így azt gondolom, hogy minden vállalkozásnak egy kicsit most már fejlődnie kell, és egy kicsit más irányokat is célba kell venniük. Közösségépítés a legfőbb célja a Kistata fennmaradásért egyesületnek. Márton naphoz közel szervezzük már meg második alkalommal a Kistatai libakergetőt, ahol fontos számunkra, hogy a helyi és a rábaközi termelőknek bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk, és különböző ünnepkörhöz kötődő gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket, illetve fontos az ismeretterjesztés is az egyesületnek, illetve a szíliaknak, úgyhogy különböző ismeretterjesztő előadásokkal várjuk a résztvevőket. A Pamacs Egyesület autista barát őszköszöntőt rendez. Most már harmadik éve rendezzük meg az őszköszöntő autista barát programunkat a Zuggó Parkban, Gyirmóton. Október 13-án vasárnap 13 órától várjuk a résztvevőket. Sok szeretettel tökfaragás, kézműveskedés, zsíros kenyér, minden, ami egy jó hangulathoz kell így az őszi kezdetkor. És ha esetleg nagyon rossz lenne az idő, akkor Győrúj baráton a Hagyományok házába várjuk az érdeklődőket. Október 19-én Nyúlon fedett sátor alatt meleg teával várják a kreatív tökfaragókat, október 27-én pedig negyedik alkalommal kerül sor az ötevényi tök túrára.